mennyei jó atyánk, hálával áldunk és dicsőítünk téged. Köszönjük nagy szeretetedet, kegyelmedet az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk az ő megváltásáért. Hálát adunk, hogy van lehetőség a te akaratod szerint élni, szabad lenni a bűn megkötözöttségéből, és élni neked tetsző szép életet. Köszönjük, hogy ezt a nagy szeretetedből készítetted elő, és valósítottad meg az életünkben. Hadd szóljon az evangélium, a te szeretetedről, kegyelmedről szóló üzenet ezen az estén is. És kérjük, Urunk, hogy úgy hangozzon, hogy mindnyájan tudjuk megérteni, amit nekünk üzenni akarsz. Hisz te beszélni akarsz velünk. Van mondani valót számunkra. És ezt szeretnénk meghallani, magunkévá tenni. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy közöttünk, és ezért magasztalunk és áldunk téged. Amen. Amen. Énekelni fogunk. Tisztelt összeszámolni neked énekeljük a tanéból 405 jövőnek bátorodhoz, jövőséges. Azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéveled közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedettet? Ha azután megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem téved el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is a kicsinyek közül. Foglaljunk helyet. Újból szeretettel köszöntjük minden kedves jelenlevőt, és azzal az örömhírrel, amit az Úr Jézus Krisztusról, és amit az Úr Jézus Krisztus mond nekünk, köszöntünk és áldunk mindenkit, aki ezen a helyen van. Örvendünk annak, hogy szolgálattevőink is megérkeztek, és ezen az estén is az Úr Jézus Krisztus szeretetéről és kegyelméről hallhatunk. Ezek az igék, amiket éppen most olvastam fel, arról szólnak, hogy mennyire szereti az Isten az embereket. Két dolgot lehet kiemelni. Az egyik az, hogy az ember a juhokhoz hasonló, akik eltévedtek, és el vannak veszve a jó pásztor nélkül.
akik elhagyták az Istent, akik eltértek tőle, és így veszélybe kerültek. Ha körülnézünk, és megnézzük a mi életünket is, látjuk az emberekben ezt a lelkiállapotot, hogy el vannak veszve, és szűkölködnek Isten jelenléte nélkül. Nem tudom, hogy hányan közülünk érzik-e igazából ezt a lelkiállapotot. Azonban az Úr Jézus Krisztus mindenkit szeret. És ahogy a jó pásztor elhagyja a 99-et, miután azokat biztonságba helyezte, és elmegy, hogy megkeresse azt az egyet, ilyen a mi Istenünk is, az Úr Jézus Krisztusunk is. Keres bennünket. Isten tevékenykedik. Isten közeledik hozzánk. Isten kezdeményez azért, hogy senki ne vesszen. Ma este is szólni akar, lehet, hogy egy emberhez. Keresi azt az egyet, aki úgy gondolta, hogy elég volt már Isten nélkül. De lehet, hogy nem csak egy van, hanem többen is vagyunk itt, akiket az Úrnak meg kell találnia, és élnie kell. Ezekkel a gondolatokkal álljunk ma este az Úr előtt, és amíg halljuk, hallgatjuk a szolgálatokat, azokból halljuk meg Istennek a beszédét. Mert az énekekben, a bizonyságtételekben, a versekben, az igehirdetésben, mindegyikben Isten akar megszólítani bennünket. Keres a jó pásztor minket. Legyen ma este olyan ember, akiket és akit megtalál a jó pásztor, az Úr Jézus Krisztus. Vendégeink között szeretettel köszöntjük Kovács Barna testvért, aki családjával együtt érkezett Szatmárnémetiből, és mi ketten az Úrban is, és másképp is testvérek vagyunk. Kovács Barna testvér gyermek misszionárus, és örülünk annak, hogy ilyen sok gyermek is van közöttünk ma este. Őket is keresi az Úr Jézus, a jó pásztor. Ő fogja később Isten igéjét hirdetni, de ugyanakkor Nagybányáról is vannak szolgálattevők, van egy kis kórus, akik majd szolgálni fognak, és az ifjúsági együttes, ifjúsági kórus, vagy közösség is szolgálattal fog ma este az Úr dicsőségére tevékenykedni. Hallgassuk meg az ő szolgálatokat. Az ifjúság fog szolgálni, de az ifjúság szolgálata előtt énekeljünk még egy éneket.
senkinek. Ez a világ el kell bomoljon, innen menni kell. Készüljetek, vigyázzatok! Halló, készen vagyunk, előjegyekkel kérem. Tessék megvizsgálni, kérem a jegyemet. Ez jó lenne, de csak fele útjára van váltva. Fele útján visszatértél, a világnak éltél, és a jegyed elromlott, nem jó. De kérem, ez biztos emberektől váltott. Nincs idő, tessék távozni, mert még sokan vannak, és mindjárt indulunk. Kérem, tessék engedni, hogy beszálljunk. Hadd lássam a jegyet. Az én jegyem biztosan jó. Ez jó, hisz rá van írva. Hűtlenség, közönyösség, világhoz való ragaszkodás, hazugság, plegykaság, haragtartás. Ez a jegy teljesen meg van semmisítve, de hát ez szerint nem jó. De hát mi semmisítette meg? A haragtartás, a hűtlenség, hogy nem vigyáztál, nem imádkoztál. Elromlott a jegyed, mehetsz vissza. Visszatérek, s kiigazítom. Nincs idő, be kell szállni a fekete vagomba, amely a kárhozatra visz. Az én jegyemet is, tessék megnézni. Hisz ez csak egy peronjegy. Hogy peronjegy? Ezzel csak el lehet kísérni az utazót az állomásra. Megmagyarázva annyit tesz, hogy másokért jártál az imaházba, de sohasem tértél meg. Én? Így elkísérted testvéreidet, de itt most el kell bánod tőlük. Távozz vissza, kérlek. Miért jártam én annyit imaházba, és mégsem tértem meg? Nem tudtad elhagyni a világot. Távozz, kérlek. Halló, siessetek, mert menni kell. Még üres a vonat, és indulnánk. Itt vagyok, kérem. Jegyem van, és hiszem, hogy jó. De azért tessék megvizsgálni. Ennyi. De szép jegyet kaptál. Honnan került ez neked? Érdemtelen voltam én erre a szép jegyre. Jól van, Jánbor és fűszolgám. Hű voltál mindvégig. Menj be örömmel az új Jeruzsálembe, majd mikor ott kiszállsz. Add át jegyedet Jézusnak. Kezedbe pálmaágat és hárfát adnak. Halló, siessetek, mert menni kell. Én is akarnék indulni. Zanincs jegyet. Hát olyan készületlenül talált az indulás. Sose nem hallottál a szép Jeruzsálemről? Hallottam, de mindig halogattam a jegyváltást. Most ilyen hirtelen indultok. Ha idáig hanyag voltál, most ezt elintézni nem lehet. Most azonnal szállj be a fekete vagomba, mely a kározatra visz. És készpénzt nem fogad el? Édes testvéreim és fűbarátaim! Akik akarnátok megy felutazni, ez csak szimbóluma. Nem így utazunk el. Rettentő részen az komoly ítélettel. De ha készületnél talál az Úr téged, akkor pokol felé szól az útleveled. Kérlek, drága testvéreim, komolyan vegyétek az Úr jövetelét. Mert mindjártnak lelepezetlenül kell odállnunk a Krisztus ítélőszék elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár rosszat. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz talál vetették.
azért nincs még végünk, mert nem fogyott el érgalmát. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Isten kegyelme az, hogy itt lehetünk, Isten szeretete az, ami motivál bennünket arra, hogy eljöjjünk, és Istennek igét meghallhassuk. Isten szeretete, ami megnyilvánult Jézus Krisztus által. Isten szeretete az, ami nem passzív szeretet, hanem cselekvő szeretet. Egy ember, egy nagy vallásos ember oda ment a lelkipásztorhoz, és azt mondta, mennyi bűnt kell elkövessek ahhoz, hogy elkárhozzak? És a lelkipásztor azt mondta, egyet sem. És az ember vakarja a fejét, és azt mondja, hogy lehet az, hogy egyet sem. És akkor a lelkipásztor azt mondja, azért, mert az ember bűnös. És azt, és ahogy mondja a Róma 6.23, hogy minden ember el van ítélve, halált édemlő bűnt követtünk, el vagyunk ítélve az örök kárhozatra, de Isten kegyelme az, hogy nincs még végünk. Van kegyelem, jöhetünk Jézushoz. Jézus Krisztus az, aki ott állett a mennyország felé Istenhez. Olvastam valahol azt, hogy mindegy, hogy milyen vallású vagy, úgyis az egy az utaz Istenhez. Jézus Krisztus mondja, hogy én vagyok az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Úgyhogy nem a vallás az, ami az embert üdvözíteni fogja, hanem maga Jézus Krisztus. És nem kell egyebet tenni, mint hozzájönni, megvallani azt, hogy vétkeztünk, eltávolodtunk tőle, és hogy hozzájönünk. Én is megtapasztaltam Isten szeretetét. Isten szeretetéről nem csak beszélni szeretnék, hanem Isten szeretetéről az, hogy hogyan tapasztaltam meg. Én, mint kisebb gyermek, nem tapasztaltam meg, milyen, mikor az anya szereti a gyermekét. De azt meg tudtam tapasztalni, milyen, mikor Isten kegyelme és szeretete valaki iránt, hogy Isten szeretete milyen, mikor valakit felemel. És engemet is Isten szeretete az, aki a mélységtől felemelt. Jó lehet, nagy vallásos ember voltam, de Isten megmutatta hogy nekem, hogy nem a vallásra van neked szükséged, hanem Jézus Krisztusra. Neked Jézus Krisztusra van szükséged, ő az, aki megbocsátja a bűneidet, ő az, aki nem csak megbocsátja a bűneidet, hanem megtisztít, és egy új életet ajándékoz meg. És tudok merek bizonságot tenni arról, hogy van új életem Jézus Krisztus által. És ezen az estén nem azért gyűjtünk össze, hogy meghallhassuk, hogy na, milyen szépen fog prédikálni a lelkész, hanem arról, hogy Isten az igényén keresztül mit akar hozzám szólni. És Istennek igéje szól azért, mert azt akarja, hogy minden ember megtalálja a Krisztus által az utat, az üdvösséget. Nem akarja Isten azt, hogy egyetlen ember is elveszne. Valahol hallottam azt, hogy Isten annyira szereti az embert, ez egy téves felfogás, hogy mikor az ember meghal, ad egy harmadik lehetőséget. Ez a katolikus egyház vallotta, és én is ezt hittem, hogy a tisztító tűz az, hogy megmenekít, mert annyira szeret Isten, hogy jó lehet, vétkeztünk ezen a földön, de a tisztító tűz lesz az, ami megtisztítja azokat a bűnöket, amit ebben az életben elkövettünk, és majd utána bizonyos év el kell teljen ahhoz, hogy megtisztuljunk a bűnből, és majd utána a szentek közbejárásával kerülünk a mennyben. És ezt hittem, de azt mondja az Úr Jézus, én vagyok az út. Egy a közbejáró, és ez maga Jézus Krisztus. És nincsen második lehetőség. A lehetőség számunkra itt van ezen a földön.
Itt fogjuk eldönteni, testvéreim, barátaim, hogy hol fogjuk az öröki valóságot tölteni. Nem akkor, mikor meghalunk. Egyes emberek azt mondták, hát senki sem jött vissza, majd meglássuk akkor. Itt fog eldőlni. És ahogy az ige is be volt olvasva, akiknek a neve szerepelni fog az életkönyvébe, azok fognak üdvözülni. És kiknek szerepel az életkönyvébe a nevük? Azok, akiket Krisztus meg tudott váltani. Azok, akik Krisztushoz jöttek. Jézus Krisztus azok, nem a vallás. És Jézus Krisztus ezen a napon nem azt mondja, hogy csatlakozzatok ehhez a közösséghez, és fogtok üdvözülni. Hanem ahogy mondja